még ide születtünk, szerintem ide tartozunk. Most, hogy kimegyünk külföldre, ott nem leszünk otthon, itt vagyunk itthon. A vállalkozásunk 2020. január végén indult be, igaz, hogy nem ezzel a tevékenységgel, hanem művészeti tevékenységek szervezésével. Ugye itt a koronavírus helyzet alatt nem voltak rendezvények, amiket szervezzünk, és mivel van egy 3 éves kislányunk, meg ugye nekem egy szakmám, ami asztalosság, ezért azon gondolkoztunk, hogy ezt a kettőt hogy tudjuk összekombinálni, hogy akkor fajátékokat készítsünk. Ez a feleségem ötlete volt. Ő találta ki, én meg megvalósítottam, amit ő kitalált. A legfőbb nehézségünk az az volt, hogy egyáltalán kitalálni, hogy hogyan is készülnek ezek a játékok. Nagyon sokat utána jártunk, nagyon sok videót néztünk, meg olvastunk róluk, hogy valójában milyen anyagot is szabad itt használni, milyen minőségi faanyagot, milyen festékeket, mert ugye nem lehet akármilyen festékeket használni ezekre a játékokra, csak is ami erre van előírva. Mi szerintem itt megtaláltuk most magunkat itthon. És nem is tervezünk tovább lépni, nem ezt szeretnénk tovább csinálni, amit most csinálunk.